Energia. Amikor kimondjuk ezt a szót, általában hatalmas erőművekre, olajkutakra vagy több kilométeres vezetékekre gondolunk. De most képzeljünk el egy olyan világot, ahol nincs szükség fosszilis energiahordozókra, és az energiaellátás önellátó. Egy olyan világot, ahol nem kell arra gondolnia, hogy mennyi benzint tankoljon az autójába, fizesse az évről évre növekvő villanyszámlákat, és rendszeresen feltöltenie a telefonját. Képes lesz egész életében töltés nélkül működni. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy létezik egy technológia, amely már képes mindezt valósággá tenni. Az üzemanyag nélküli generátor technológia, vagy röviden UMG, korlátlan mennyiségű, biztonságos és olcsó elektromos energiát képes előállítani, jelentősen csökkentve a költségeinket. A készülék a körülöttünk már korlátlan mennyiségben jelenlévő energiákat alakítja át villamos energiává. Mit tud erről a történelem? Az energiának számos különböző formája létezik, többek között a hő, fény, kinetikus, elektromos, kémiai és gravitációs energia, az univerzumban létezik egy kevésbé ismert energiaforma, az úgynevezett nullponti energia, amely egy adott térfogatban sokkal több energiát tartalmaz, mint a többi energiatípus. Richard Feynman és John Wheeler fizikusok egyszer kiszámították, hogy a vákuum nullponti energiája nagyságrendekkel nagyobb, mint az atomenergia, és egy elektromos izzó belsejében lévő tér elegendő energiát tartalmaz ahhoz, hogy felforralja a világ óceánjait. A nullponti energiát azért nem vesszük észre, mert abban vagyunk. Ez az anyag és az energia kezdeti állapota. Egyes fizikusok elmélete szerint ez áll a gravitáció és a tehetetlenség hátterében. Wesley Gary 1875-ben bemutatott egy olyan mechanizmust, amely saját energiát termelt, egyfajta perpetuum mobil. 1925 körül egy Lester Hendershot nevű kutató felfedezte, hogy mágneses rezgéseket tud létrehozni egy állandó mágnes és több elektromágneses tekercs ellenében elhelyezett vasúrban. Dr. Thomas Henry Morey bemutatta találmányát a kíváncsi mérnököknek. A készülék saját energiát termelve képes volt elektromos fogyasztókat táplálni. Egyes modellek több ezer wattot tudtak termelni. Több száz éven keresztül számos kísérlet arra, hogy ilyen eszközöket vezessenek be a mindennapi életünkbe, sikertelenül végződött a tudomány és a technológia mesterséges korlátozása miatt. Miután megtekintette ezt a videót, képes lesz arra, hogy a bemutatott UMG-ek közül néhányat saját maga is összeállítson. Ma a világon számos UMG modell létezik, amelyek különböző elveken alapulnak, és különböző energiaformákat alakítanak át villamos energiává. Ezek a technológiák képesek arra, hogy gyökeresen megváltoztassák az egész társadalom életét, és mindenki számára elérhetővé váljanak, beleértve önt is. 2023. októberében Svájcban nemzetközi kongresszust tartottak. A szabad energiáról, ahol a világ minden tájáról érkező fejlesztők megosztották egymással a több éves tapasztalataikat, és bemutatták találmányaikat. Az alábbiakban ezek közül mutatunk be néhányat. Hartmut Dobler feltaláló, az elektromosság, a fűtés és a napenergia szakértője bemutatta az állóvízerőmű elvét. Az erőmű egy klasszikus paternoster, vagyis egyszerűbben fogalmazva egy folyamatosan mozgó emelő. Egy vízzel töltött oszlop belsejében helyezkedik el. A paternoster egy sorvödörből áll, amelyek egy zárt láncra vannak erősítve, amelybe az oszlop alján lévő kompresszorból bizonyos mennyiségű levegőt pumpálnak. Ennek hatására a vödrök felúsznak, az oszlop tetején levegőt engednek ki, megfordulnak és visszasüllyednek a vízbe. Az áramkör a forgást a generátorra továbbítja, amely a kompresszort hajtja, és további villamos energiát biztosít. Van egy szabványos kompresszorunk, amelynek teljesítménye teljes terhelés mellett körülbelül 7,5 kW, és amelyet kb. Fél kapacitással, azaz 4 kW-tal használunk. Ez teljesen elegendő ahhoz, hogy az úszó tartályok térfogatát megfelelően feltöltsük levegővel. Ez a 8 méter magas berendezés 3,5 évig állt a Köln melletti Spieheben. A generátor kb. 58 kW teljesítményt termelt, a kompresszor pedig kb. 4 kW-ot fogyasztott. Tehát 54 kW villamos energiát termeltünk, amelyet a fűtőelemen vezettünk le. Teljesen lemondtunk a hálózati áram használatáról, az összes energiát hővé alakítottuk át. Az üzemet később korszerűsítettük.
A magasságát 10 méterre növeltük, így a generátor több mint 100 kW teljesítményt tudott termelni. A generátor teljesítményének növekedése ellenére a kompresszor továbbra is ugyanazt a 4 kW-ot fogyasztotta, így 96 kW hasznos energiát biztosított, ami mind a maximumra volt kihajtva. Ennek eredményeként egy 500 kW-os egységet fejlesztettünk ki 25 méteres magassággal. Ezúttal azonban nem a felszínen, hanem a földbe ásva helyeztük el. A generátortól körülbelül 510 kW elektromos teljesítményt kapunk, de most két, egyenként 4 kW-os kompresszort használunk ehhez a mennyiséghez. Tehát a két kompresszor párhuzamosan van bekötve, és még mindig van 502 kW többlet teljesítményünk. Rendelkezünk ezzel az erőművel, és persze van gravitációnk is. Hasonló a helyzet, mint amikor egy tó leesik. De a mi erőművünkben az az egyedi, hogy az ellenkező hatást használjuk ki, mi a felfelé ható erővel dolgozunk. Nem szabad a rendszerkeretet csak az erőműre korlátozni, fontos, hogy a számításokba bevonjuk a tényleges gravitációt is, amit itt a Földön érzékelünk, és akkor az egész kép teljesen másképp néz ki. Ha találnánk egy olyan helyet az űrben, ahol a gravitációnak nincs hatása, akkor ez a berendezés nem működne. A következő technológia a plazmoidokon alapul, amelyekről az információkat sok éven át elhallgatták. Malcolm Bendallnak sikerült a gravitációs energiát, azaz a plazmoidok összeomlását hasznos irányba terelni. A tudós szerint megalkotta a plazmoidok egyesítésének modelljét, amely lehetővé teszi, hogy az univerzumban mindent egyetlen metrikába hozzon. Elmélete szerint az univerzumban minden folyamatnak megvan a maga rezonancia frekvenciája, amelyeket egyetlen matematikai minta köt össze. Amit tehát meg akartam valósítani, az az volt, hogy az anyagot az energia mozgásba hozásába csatornázzam, amiről majd mesélek. De mindez az egyesítési modellből ered. És amit megtanultam, hogy ez olyan, mint amikor egy buborék, vagy egy gömb összeomlik, két spirált hoz létre, amelyek az északi és a déli pólus felé térnek el. Ezt többféleképpen lehet elérni, mert ez az energiaszintől és más tényezőktől is függ. Néha az összeomlás magától megy végbe. Bármelyik esetben is történik, a lényeg az, hogy a végtelenség szimbólumát kapjuk. És ez a végtelen szimbólum egy olyan ponttal rendelkezik, ahol egyenlő és ellentétes erők vannak, és van egy nullponti sík, amit a kvantumfizikában eseményhorizontnak neveznek. Én pedig azért hívom tükörsíknak, mert visszatérve a plazmoid infúziómra, arra gondoltam, mi lenne, ha az időt használnám. Mert ez kapcsolódik az időhöz. Ez a technológia egy új ipari forradalom. A plazmoidokról szóló információkat évekig elhallgatták. És ez az, amit mi generálunk, igaz? Ez egy plazmoid. Ez egy strukturált plázma. Amikor ide bejut, hidrogént tud csapdába ejteni. Itt belül két, három, négy gömb van. Két hüvelykes gömb, három hüvelykes gömb és négy hüvelykes gömb. A másodpercek száma egy napban 86.400. A nap átmérője 864.000 mérföld. A Hold 864 négyzete nem véletlen. 864.000 mérföld. Szóval, mit csinál ez a készülék? A nap az éter anyaggá történő frekvencia átalakításának eszköze. Én lemásoltam a napot. Ez csak egy darab technológia, de a nap folyamatának rekonstruálásán alapul. Tehát van egy felső szféra, és itt van egy másik szféra az alján, ez az északi és a déli pólus. Középen van az egyenlítői zóna. A kvantumfizikában ezt nevezik eseményhorizontnak. Itt a következő történik. Van egy pozitív és egy negatív vége, az északi és a déli pólus. És van egy nullpont, ami a Földön a Schumann rezonanciának felel meg, ahol nem keletkezhet anyag, mert abban a nullpontban nincs frekvencia. Ez a hideg magfúzió titka. Először benzinnel működik a szerkezet, aztán átváltunk vákuumra. Amikor elzárjuk a gázt, elzárva a benzinellátást, a ritkulás megnő.
Normális esetben a gázkar lezárása azt jelenteni, hogy a motor leáll. Tehát a folytószeleppel megpróbáljuk megtalálni az egyensúlyt egyrészt a ritkulás olyan foka között, amely több buborékot és plazmoidot hoz létre, másrészt a barboteren átáramló vákuum között, másrészt pedig elegendő benzin között, mert a folyamat fenntartásához szénre van szükségünk. A lényeg ennek a technológiának az, hogy amikor a rendszer teljesen feltöltődik, a víz is teljesen feltöltődik. Ez azt jelenti, hogy nincs szénmonoxid, és a széndioxid gyakorlatilag nulla. És nincsenek szénhidrogének. Az oxigén pedig visszatért a légköri szintre. Az oxigén ott van, a szén leesik. A sugárhajtású turbinákban egyáltalán nincs szén, és nincsenek lebegő szénrészecskék a levegőben. Ami azt jelenti, hogy ez a belső égésű motor tisztább, mint bármely más technológia. A fajlagos energiakapacitás szempontjából a dízel 100-szor felülmúlja az akkumulátort. Tehát van egy 4 hüvelykes szféra, egy 3 hüvelykes szféra és egy 2 hüvelykes szféra. A középső szféra irányítja az örvényt. És ez zárt. A kipufogó gázok a külső szférán vannak. A belső szférában pedig vákuum van. Tehát egyenlő és ellentétes erő. Visszatérve, tehát a mi 4-3-2 számunkhoz, amely a világegyetem rejtélye. Itt van ennek az eszköznek egy keresztmetszete, amelyet a szerelési munkában mutattunk be, és ezek össze vannak kötve. Alapvetően ez lesz az északi pólus és ez lesz a déli pólus. Ez fogadja a vizet és a plazmoidokat, létrehozva a negatív véget. Ez pedig a pozitív vég, ami a végzetet és a pusztulást vagy az újraelosztást jelenti. Ez az az erő, amely szétszakítja az anyagot. Mert alapvetően, amikor ezek az ellentétes irányú tornádók keletkeznek, különböző konfigurációkat vehetnek fel. Mi a világegyetem egy alapvető tulajdonságát, a világegyetem folyamatát használjuk. Úgy értem, a plazmoid egyesítési modell lehetővé teszi, hogy mindent összhangba hozzunk ezzel a metrikával. A technológia kiszámítható, mert a rezonancia frekvenciák ismertek, a nulla paradoxona és minden más is ismert. Ez az, amire ez a technológia épül. Amikor egy bizonyos X frekvenciát elérünk, például amikor vizet forralunk, közvetlenül a forrás előtt hallunk egy hangot, és abban a pillanatban, amikor fázist vált, a hang elhalkul. Nincs rezgés, mert a víz fázist vált. Az energia pedig befelé áramlik, mert az a fázisváltáshoz szükséges. Ez a folyamat, tehát, nem csak a hőt vonja be, hanem még a vízforralóból érkező rezgéseket is. Hasonlóképpen használom a motor lökés hullámát. Vagyis a lökés hullám energiáját a kémiai átalakulások beindítására használjuk. A lökés hullám valójában a motor elveszett energiájának egy része. Ez egy elveszett energia kinyerő rendszer. Más szóval, plazmoidokat használunk arra, hogy ezt az elveszett energiát felfogjuk, átvigyük a motorba, és ott felszabadítsuk. A kutatók, akik bemutatják létesítményeiket, hangsúlyozzák, hogy azok olyan anyagokból és alkatrészekből készültek, amelyek mindenki számára elérhetőek. Ezt más feltalálók is megjegyezték, akikkel a kongresszuson kívül is volt alkalmunk beszélgetni. Tapiwa Muvungwani, egy zimbabwei mérnök példája annak, hogy az emberek megsegítésére törekedve hogyan lehet könnyen hozzáférhető anyagokból üzemanyagmentes elektromos áramforrást építeni. Készüléke 3 akkumulátorból és egy inverterből áll, amely az egyenáramot váltakozó árammal alakítja, hogy a szokásos háztartási készülékek csatlakoztathatók legyenek. Ahhoz azonban, hogy az akkumulátorok a szükséges kimenő teljesítményt úgy tudják előállítani, hogy ne fogyjon ki az áram, többféle módszert is alkalmazott a folyamatos feltöltésükhöz. A 2022 közepén készült készüléket egyszerű, általánosan elérhető anyagokból állítottuk össze. Több ólomsavas akkumulátort használtunk. A legtöbbjük, azt hiszem, 12 voltos, 24 amperórás volt. A rendszerben egy invertert is használtunk, amely az egyenáramot váltakozó árammá alakítja, valamint néhány olyan elemet, amelyre szükségünk volt ahhoz, hogy a rendszer meglehetősen hatékonyan működjön. Kellett használnunk egy kapcsolót is, ami a
végén szintén jól jött. Volt néhány töltőnk is, ahol 1 és 4 kávé közötti kondenzátorokat használtunk. Számos tirisztort is használunk, és számos diódát, elektrolitikus és kerámia kondenzátort fogunk használni. Tehát alapvetően az imént leírt elemek nagyon gyakoriak. És nem nehéz beszerezni őket, bárki megveheti őket. Természetesen, mint minden más eszköznél, itt is vannak bizonyos elvek, amelyeket be kell tartani. Ilyenek például az energia átalakítás elvei. Például van egy akkumulátorunk, amely kémiai potenciális energiával rendelkezik. Elektromos energiát nyerünk belőle. A készülék is követi az elektromos energia egyenáramról váltakozó áramra történő átalakításának elveit. Ez is követi a szabványt. Az egyik jellemző, amit a rendszerünkben használunk, hogy olyan egyedi elektromos áramköröket fejlesztünk ki, amelyek, mondjuk úgy, nagyon érdekes energiamegtartási és erősítési hatásokat adnak. Egy másik dolog, amit használunk, hogy magukat az eszközöket sugárzó energiával, vagy légköri elektromossággal töltjük, ha lehet ezt így nevezni. Körülöttünk rengeteg elektromágneses sugárzás van. És a benne lévő energia, mondhatni, egészen alapvető fontosságú a világegyetem működéséhez. Tehát, ha van módunk arra, hogy megcsapoljuk ezt az energiát, akkor a végtelenségig feltölthetjük vagy működtethetjük a rendszereinket. Ezen kívül a Földben a tellurikus áramlatok néhány alapelvét is hasznosítjuk. A tellurikus áramlatok tehát lényegében a természetben előforduló elektromos áramlatok, amelyek a Föld felszínével párhuzamosan vagy a felszín alatt áramlanak. És a harmadik erőforrás, amelyet ebben az esetben használunk, a kizárási zóna vízenergiája. Egy Gerald Pollack nevű tudós nagyon alapos tanulmányt írt erről a témáról. Erre elég hamar rájöttünk. Köszönhetően néhány furcsaságnak, amit nem részletezek. Szóval itt van. Ez itt a kamera, amit itt láthatnak, balra pedig a zselé. A gél mellé vizet tettünk, amiben részecskék vannak. Ezek a részecskék kis golyók, úgynevezett mikrogömbök. Itt megtekinthetik őket. És amint belenéztünk a mikroszkópba, láttuk, hogy valóban van egy terület, ahonnan ezek a mikrogömbök ki vannak zárva. És arra gondoltunk, hogy talán ebben a régióban a vízmolekulák úgy sorakoznak fel, hogy valamiféle struktúrát alkotnak. És itt láthatjuk a folyamat dinamikáját. Láthatjuk, hogy ez a terület idővel egyre nagyobb lesz. Ahogy hozzáadjuk a vizet és a gömböket, ez elkezdődik. És itt még mindig egy nagy terület van. Alul, az összehasonlítás kedvéért, a méretarány 10 mikrométer. Tehát, egy körülbelül 50 mikrométeres terület mentes ezektől a részecskéktől. Tehát, arra gondoltunk, hogy talán ez egy olyan terület, amely a víz hozzáadása után növekszik. Ez az a fajta struktúra, amiről Link beszélt, amely hajlamos növekedni. Valaki azt mondta, hogy adjunk neki egy nevet. A legkézenfekvőbb név a kirekesztési zóna, mert ez egy kirekesztő zóna. A kivétel zónája, a ZI pedig könnyen megjegyezhető. Így hát, elneveztük ZI-nek, ZI víznek, a kivételes zóna vizének, ami éppen itt van. És természetesen elkezdtük nagyon részletesen tanulmányozni. De, ha ennek a jelenségnek az általánosságáról beszélünk, csak egy diát mutattam meg, de valójában sok-sok különböző felületet, sokféle szférát és így tovább vizsgáltunk meg. És azt a következtetést vontuk le, hogy sok hidrofil felület kizárási zónákat hoz létre, és sok oldott anyagot és részecskét szintén kizár. Tehát ez egy nagyon általános jelenség. Utaltam arra a lehetőségre, hogy a kizárási zónás víz valójában különbözhet a közönséges víztől, hogy a molekulák esetleg felsorakoznak. De nem mutattam be semmilyen bizonyítékot. Milyen bizonyíték van erre? Nos, ez egy olyan bizonyíték, amit gyakorlatilag már egy évtizeddel ezelőtt gyűjtöttek össze. Akkoriban 8 bizonyítékunk volt, most pedig 13 vagy 14 van. Nem fogom mindet felsorolni. Gyorsan végig lehet menni rajtuk, és hogy milyen módszereket használtak, de ha ezt tenném, az minden időmet igénybe venné.
De mégis szeretnék az egyikre összpontosítani, mert ez kulcsfontosságú. Nevezetesen a Zi, a víznek ez a területe nem semleges, hanem negatív töltésű. Ezt úgy határoztuk meg, hogy az elektromos potenciált egy elektródapár segítségével mértük meg ez és a külső régió között. A következtetés, amit ezekből a kísérletekből levontunk, a következő: van egy vízközeli, hidrofil felületű anyag. Az általunk talált kizárási zóna negatív töltéssel rendelkezik, a rajta kívüli terület pedig egyenértékű pozitív töltéssel. Kiderült, hogy ez egyfajta akkumulátor, elkülönített töltésekkel. Hogyan történik ez? Ezt itt vázlatosan mutatjuk be. Amennyire értjük, az egész a vízmolekulákkal kezdődik. Egy vízmolekula pedig így néz ki, az oxigén negatív töltése -2, a hidrogén pedig mindkét végén +1 pozitív töltéssel rendelkezik. Az energia bejön, és a vízmolekulát egy pozitív és egy negatív részre osztja, mert itt már van 2 mínusz töltés és 1 plusz töltés. Ez tehát a negatív rész. És ez az OH kombináció jön össze, és alkotja ezt a kizárási zónát. Itt láthatják. Szóval, kezdetben vízből jön létre, és a vízmolekulákból alakul ki, amelyek szétválnak. Ez a készülék elsősorban egy egyedülálló elektromos áramkörnek köszönhetően működik, amely a sugárzási energiát, valamint a kizárási zóna vizének és a földtellurikus áramlásainak energiáját használja fel. Jellemzően az akkumulátoros rendszerekkel kezdjük, amelyeket a és B rendszerre osztunk. Mint minden más akkumulátor, ezek is, mondjuk úgy, elektrokémiai energiatermeléssel működnek. Tehát lényegében az ilyen reakciókból keletkező elektronokat használjuk a rendszer energiaellátására. Ez a hagyományos megoldás. De természetesen még mindig ott van a kérdés, hogy hogyan fogjuk feltölteni őket, és sokan kérdeznek erről, mert a legtöbb ember számára, ha energiát használunk, természetes, hogy azt pótolni kell. Elvégre az energia nem jöhet csak úgy a semmiből, ami általában igaz. A mód, ahogyan ezt a magot feltöltjük, a kizárásos zóna vízének példáját fogom használni, amit igénybe veszünk. Felfedezték, hogy a kizárási zóna vize valójában a víz negyedik fázisa. Amikor a töltések polarizálódnak pozitív töltések ki az egyik végén és negatív töltések ki a másik végén, akkor automatikusan potenciálkülönbség vagy lényegében elektromotoros erő keletkezik, ami lehetővé teszi, hogy valamit energiával töltsünk fel. A kulcs tehát az, hogy össze tudjunk állítani egy nagyon egyszerű, mondjuk úgy, hogy a kizárási zónás víz, vagy a negyedik fázisú víz elvei alapján működő cellát, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az akkumulátorok feltöltéséhez szükséges áramot generáljuk. És ha már megvan ez a kizárási zónás víz, a legfontosabb dolog, ami hátra van, hogy a katódot és az anódot megfelelően alakítsuk ki. Tehát alapvetően egy kulcsnyi vezető anyagra van szükségünk. De aztán az egyiknek valamivel nagyobb vezetőképességűnek kell lennie, mint a másiknak, hogy az akkumulátorokat állandóan tölteni lehessen. Egyszerűen fogalmazva, amíg az a rendszer fut, addig a B rendszer töltődik. És amikor a kapcsoló átvált az A rendszerről a B rendszerre, akkor az a rendszer töltődik ezekkel a folyamatokkal. De ez nem egy újratöltő rendszer. A végeredmény csak egy hosszan futó rendszer. Mert természetesen, ha a rendszert folyamatosan tudod táplálni, és ugyanakkor elegendő energiát tudsz belőle kivonni anélkül, hogy kimerülne, akkor a rendszer plusz-minusz a végtelenségig fog futni. A próbafutásainkból, mint mondtam, a legelső augusztus 22-én volt, egy kávéja, azaz egy kilowatt teljesítményt kaptunk. Ez 1000 watt, de ez persze nem a határérték. A rendszer skálázható, mert lényegében ugyanazok az elvek bármely más, nagyságrendekkel nagyobb teljesítményű rendszerre is alkalmazhatók. Amint a videón is láthatták, az UMG-é különböző elvek alapján dolgoznak. Most egy másik technológiát mutatunk be, amelyben egy villanymotor és egy generátor van egy tengelyen kombinálva. Az ilyen gépeket umformereknek vagy motorgenerátoroknak nevezik. Ezeket arra használják, hogy az egyik jellemzővel rendelkező áramot egy másik jellemzővel rendelkező árammal alakítsák, például 50 Hz-ről 400 Hz-re. Sok másolatot törtek el az ilyen oszkillátor létrehozására tett kísérletek során.
Úgy tűnik, hogy elegendő a generátor által termelt energiát visszatáplálni a motorba, és már is kapunk egy autonóm gépet, amely külső energiaellátás nélkül is önállóan fenntartja a forgást. Azonban nem minden ilyen egyszerű. Hivatalosan tudományos körökben nem létezik egyetlen unformer sem, amely UMG-ként működhetne. Sok feltaláló próbálkozott azzal, hogy a generátor kimeneti feszültségét átvegye, és azzal táplálja a motort, hogy önálló forgást érjen el. De amint a külső áramot kikapcsolták, a rendszer áram hiány miatt leállt. Ez logikus, hiszen minden gép hatásfoka mindig kisebb, mint 100%, tehát a külső áramellátás leállításakor le kell állnia. A generátor fékezés a rendszabály szerint történik, és áthidalhatatlan akadályt jelent. Következő hősünknek azonban sikerült megkerülnie ezt az akadályt. Nem, ő nem a rendszabály ellen harcolt, hanem a másik utat járta be, miután rájött, hogy az állandó mágnesekből álló rotorral rendelkező generátorban energiát nyerünk. Ezt a gravitációs mágneses hatásnak tulajdonította. Napjainkban az UMG technológia terén elért fejleményeket sajnos nem üdvözli a hagyományos tudomány, ezért a szerző inkognitóban kívánt maradni. Ez a jelenség, mondjuk úgy, különleges, mert feltehetően a kvantumvákumból, vagyis a vákum kvantumfluktuációjából vonunk ki energiát. A gravitációs mágneses mezővel való kölcsönhatás révén a kvantumgravitációs aspektust is vizsgáljuk. A fény ekkor a Lorentz erő anomáliáin halad át. Ilyen módon gyakorlatilag elektromos töltésszállítást érhetünk el elektronok létrehozásával. Jövőbeni kutatásainkban, amelyeket rövidesen elvégzünk, azt is tervezzük, hogy nem csak az elektromos töltés mozgásának lehetőségét vizsgáljuk, hanem a rendszer kinetikus energiáját tápláló energiának mondható energia jelenlétét is, beleértve a forgási típusú mechanikai energiát is. A kutatásnak ezen a pontján ez az aspektus, mondhatjuk, még nem bizonyított, de feltételezzük, hogy mindkét hatás létezik. Az elektromos töltés mozgása, ami az elektromosság áramlását jelenti, és a mechanikai energia, ami erőkből, a kvantumvákumból kivont energiából származik. Ezt a gépet bárhol használhatjuk a világegyetemben, mert a világegyetem bármely pontján találunk kvantumvákum ingadozást. Vagyis a tér bármely pontján, bármilyen körülmények között, mondjuk mágneses mezőben, ha a bolygó geomágneses mezejéről beszélünk. Jelenleg a gépünk hatásfoka 200%. Ennek a gépnek a célja egyszerűen az volt, hogy demonstráljuk, hogy képesek vagyunk energiát kinyerni üzemanyag felhasználása nélkül. Csak mágneseket és vezetőket használtunk. Ez egy fejlett elektromos energiagyűjtő rendszer, amely a legújabb tudományon és technológián alapul. A következő gép, amelyet már kifejlesztettünk, valójában egy olyan gép lesz, amely képes önállóan energiát termelni. Elküldhetjük olyan távoli területekre, ahol nincs hálózat, ahol nincs semmi, és a gép a lakóhelyre telepítve áramot fog szolgáltatni a felhasználóknak. Lenyűgöző, hiszen egy ilyen technológia forradalmasíthatja a helyzetet, amikor a bolygón emberek milliárdjai szenvednek az erőforrások és lehetőségek hiányától, és az éghajlatváltozás veszélyezteti az életünket és a bolygó életét is. De ez még nem minden. A következőkben azt láthatják, hogyan sikerült egy kazasztáni feltalálónak egy közönséges vízkereket áramellátás nélkül korlátlan ideig forgatni. A gép önmagát hajtja, és áramot ad a fogyasztóknak. Amikor ezt a projektet fejlesztettem, rengeteg szerkezetet, rengeteg szférát tanulmányoztam. És amikor elkészítettem a terveket, azok különbözőek voltak. De mind ugyanarra a dologra épültek, hogy szükség van egy kerékre, vagy inkább egy nagy lentkerékre, csak különböző konfigurációkban.
És amikor tanulmányoztam, rájöttem, hogy lehetséges, hogy a 12 voltból táplálja magát, de ugyanakkor nagy mennyiségű energiát adjon le. És emiatt a fizika összes törvényét felhasználtam, beleértve a tőkeáttétel törvényét is. Eszerint minél hosszabb a kar, annál több energiát ad át. És ebből kiindulva bevezettem a szimbiózist, egyesítettem minden tudást, amit 8 év gyakorlatával szereztem, és megalkottam a generátoromat. A vízerőműből indultam ki. Hogyan működik a vízerőmű? A víz nyomást hoz létre, és megpörget egy turbinát. Ugyanezt hoztam létre, de víznyomás nélkül, lentkerék segítségével. A víz egy bizonyos mennyiség a lentkerékre kerül, amely megpörgeti a csigát, és ez megpörgeti a generátort, amely a saját akkumulátorát, a saját szivattyúját is táplálja, és további fogyasztást biztosít. Alapvetően ez egy ördögi kör. A víz a lentkerékhez kerül, a lentkerék adja a generátornak, a generátor ismét táplálja a szivattyút, és továbbadja a működést. Minél nagyobb a lentkerék, annál nagyobb energiát ad át ennek megfelelően a generátor szítárcsájának. Hatékonyságának nincsenek határai, mert a lentkerekeket növelheti, a kör alakját növelheti, variálhatják. Én például építettem egy 1,5 méterest. És lehet csinálni 6 méteres, 7 méteres, 10 méteres, attól függően, hogy milyen generátort kell forgatni és hány darabot, milyen mennyiséget kell ehhez készíteni. Nem kell hozzá további áramforrás, mert önműködő lesz. Ennek a generátornak a fogyasztott teljesítménye 12 volt, 180 watt, és a fogyasztó 220 voltos vagy 380 voltos feszültségre megy át. És a teljesítmény 5 kW és a fölött fog lenni. A legegyszerűbb alkatrészeket alkalmazhatják, ezek megvannak a piacon, egyszerű acélprofilok, alumíniumprofilok és csapágyak, mindezek az alkatrészek rendelkezésre állnak. Nincsenek természetfeletti anyagok. Egy tankolással működhet, mondjuk úgy, tankolással, folyadékot öntve, egy 7-10 napig megállás nélkül, 24 órát 7 napon át, anélkül, hogy aggódnánk, hogy leáll. A legfontosabb dolog a vízszint szabályozása. Ha a víz egy kicsit elpárolog, csak töltsük fel és kész. Az én generátorom környezetbarát, teljesen újrahasznosítható alkatrészekből áll, teljesen tiszta, egyáltalán nincs káros anyag kibocsátása, és a különböző éghajlati viszonyok között is képes a 24 órás üzemre. Nincs különbség, hogy hideg vagy meleg van, bármilyen hőmérséklet ingadozásban működik. Az egész várost könnyedén el lehet látni fűtéssel és árammal. Ugyanez a dolog, amikor összeszerelik, tömeggyártásban lesz összeszerelve. Nem egy nagy egység lesz, hanem sok kicsi, amelyek kiegyenlítik egymást. És egy szerkezet, egy generátor meghibásodása esetén ezek egymást fogják kompenzálni. És nem lesz korlátozottság fogalma, hogy kilowatt, megawatt vagy gigawatt teljesítményre van-e szükség, össze lehet majd kapcsolni, kombinálni és bővíteni őket, mind a város, mind a falvak számára. Mi lesz az előnye, nem kell majd kilométereken keresztül kábeleket húzni. Lehetőség lesz telepíteni, elhelyezni közvetlenül a település mellett, és csak karbantartani és felügyelni kell majd. Egy ilyen generátor segítségével nem csak a város, hanem az ország áramellátása is lehetséges lesz. A gyakorlatban pedig ki fog derülni, hogy milyen országok, milyen feltételek mellett, kinek mire van szüksége, hogy minden házat el lehessen látni fűtéssel és árammal. De figyelembe fogjuk venni azt a tényt, hogy mindenhol más az éghajlati viszony, mindenhol más az övezet. És ennek alapján fogunk következtetni, hogy kinek mire van szüksége. Ez a készülék a következőkből áll, generátor, fődob, vezérlő, inverter és 12 voltos akkumulátor. A jellemzők szerint ez a generátor 220 volt és 10 kW teljesítményt termel. A vezérlő továbbítja az akkumulátorba a tárolóba, az inverter tovább használja fogyasztásra. Lehetőség van az áramerősség növelésére. Például, ha az akkumulátort 6 órára tervezték, 10 óra munkát is végezhet, és 20 órát is, ami akár egy teljes napra is növelhető. Ez az akkumulátorok kapacitásától függ. Hány embernek kell lesz fogyasztania, és milyen teljesítményre lesz szükség? A műszaki részletek a következő. Egy szivattyúval fog rendelkezni, amely 12 voltos feszültségen működik, 180 wattos teljesítménnyel. Ez a szivattyú másodpercenként 2 liter vízzel látja el a fődobot, amely viszont magát a generátort forgatja. Milyen előnyei vannak ennek a készüléknek?
Nem rendelkezik bonyolult alkatrészekkel, minden egyes alkatrész javítható és hozzáférhető. Ha valaki egy távoli területen, például egy farmon vagy a nyílt sztyeppén él, akkor az, hogy ez a berendezés tartalék alkatrészekkel rendelkezik, lehetővé teszi számára, hogy szükség esetén maga cserélje ki és javítsa meg, és továbbra is használhassa. Itt nincs semmi bonyolult. Egyszerű minden. Давайте. Az imént bemutatott technológia a jól ismert vízkeréken alapul, a következő fejlesztés pedig egy másik jól ismert eszközön, az elektromos motoron alapul. A Holcomb Energy System tudományos áttörést jelent a 100%-ban tiszta energia területén. Bár a generátor hasonlít a hagyományos villanymotorhoz, mozgó alkatrészek nélkül működik, mivel egy álló armatúrában forgó mágneses mezőt hoz létre. Ez a találmány az elektronok spinjeinek kölcsönhatását használja ki a környezeti energia ingadozásainak befogására. A Holcomb Energy System szabványos generátor és motortekercselési technológiát használ, így egzotikus technológia nélkül is összeszerelhető. A generátor képes lesz otthonok és vállalkozások, valamint elektromos autók és más járművek, például repülőgépek energiaellátására. A miniatűr változatok képesek lesznek a készülékek és az elektronika áramellátására. Ez egy 40 kW-os, soros típusú áramfejlesztő demója. Az integrált típusú generátor azt jelenti, hogy a hálózatból vesszük az áramot, a készülékhez vezetjük, és közvetlenül a készülékből adjuk ki ugyanezen csatlakozókra, megduplázva a kimenő teljesítményt, vagy csökkentve a bemenő teljesítményt. Egy külső állórész kapcsaira áramot vezetünk, és ez gerjeszti a forgórészt és az állórészt, amelyek mindketten szilárdtestek és nem mozognak, de ez a gerjesztés a kimeneti teljesítményt a bemeneti teljesítmény megduplázásához juttatja. És a teljesítmény valójában elektromos acélból származik. Ez egy elég bonyolult mechanizmus, de lényegében az elektromos acél vasból áll és a vasnak, történetesen, négy párosítatlan elektronja van. A legtöbb elektron párosítva van, így nem hoz létre mágneses mezőt. De a vas négy elektronja párosítatlan. Ez azt jelenti, hogy mágnesesek lesznek. És ha a vasatomok kis mágnesek, akkor olyan klaszterekbe tömörülnek, amelyeket mágneses tartományoknak nevezünk. És ezek a kis mágneses klaszterek úgy sorakoznak fel az elektromos acél belsejében, hogy nagyon kevés energiát kell fordítani a rendszerben elfogadt helyzetük fenntartásához. Ha megnézzük az elektromos acél által létrehozott mágneses mező nagyságát, az gyakorlatilag nulla. De ha ezt az elektromos acélt gerjesztjük, ahogyan azt a villamos energia hálózat áramával tesszük, akkor ezek a mágneses tartományok ugyanabban az irányban sorakoznak fel, és ezáltal óriási mennyiségű energiát szabadítanak fel. Tehát, talán egy egységnyi áram kell ahhoz, hogy négy egységnyi áramot adjon ki. Ez a beépített áramfejlesztőnk, amely egy 1100 négyzetméteres épületet teljesen ellát. A generátor több komponensből áll, a fő komponens ez a két készülékház itt, amely a tekercseket tartalmazza, akár csak egy normál elektromos generátor vagy motor. Ezeken a tekercseken belül van egy tekercseléssel ellátott mag. Ez hajtja meg az álló részmechanizmust, amikor feszültség alá helyezzük a készüléket. Gerjeszti a külső magot, gerjeszti a belső magot, és akkor kétszer annyi energia keletkezik a kölcsönhatásból. És van még néhány kapcsolódó alkatrész, amelyek nem igazán olyan nagyok, mint az álló részmechanizmusa, de fontosak. Ez a kondenzátorbank, amelyet a belső magon használunk. Hátul van egy másik kondenzátortömb, ami a külső mag alátámasztására szolgál.
Ez pedig egy kapcsolóblokk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a kondenzátorokat be- és kikapcsoljuk, ahogyan szükségesnek látjuk. Tehát a legnagyobb alkatrész egy olyan készülékház, amely úgy néz ki, mint egy 40 kW-os villanymotor, elektromos acélra tekert részből készült középső maggal és egy kondenzátorblokkkal. Alapvetően ennyi kell nekünk az áramtermeléshez. Ami az önálló egységet illeti, az pontosan ugyanígy fog működni, azzal a különbséggel, hogy lesz egy akkumulátoros mechanizmusa, amely működésben tartja az egységet, amikor az energia átlépi a nullát, ami a váltakozó áram esetén ciklusonként kétszer fordul elő. Így a beépített elektromos generátor és a másik, az imént vizsgált készülék önfenntartó eszközök. A gerjesztett állapotba hozott vas négyszer annyi energiát termel, mint amennyire a gerjesztéséhez szükség van egy adott rendszerben. Így 500%-os hatásfokot kapunk. Az pedig, hogy az eszköz összesen mennyi energiát képes előállítani, a méretétől függ. A vasatomban az elektronok pörgésével folyamatosan energia képződik. Az emberek kérdezik tőlem, még a tudósok is, hogy mennyi időbe telik egy elektron pörgése. Nos, valószínűleg nem sokat tud a kémiáról, vagy a kohászatról, vagy bármi másról, ha ezt a kérdést teszi fel, mert ha az elektronok nem forognának tovább az elemekben, mindannyian porrá omlanánk. Az univerzumban minden porrá válna, mert ez tartja össze az univerzumot. A következő eszközt, amelyről most beszámolunk, a német matematikus és vállalkozó Holger Thorsten Schubart fejlesztette ki. Szóval, mit alakítunk át? Nem csak neutrinókat alakítunk át, hanem a sugárzás teljes láthatatlan spektrumát. Többféle sugárzás létezik, beleértve a neutrinót is. Vegyük őket példának. Ma már minden egyes neutrinót pontosan azonosítani lehet. Ismerjük a másodpercenkénti négyzetcentiméterenkénti számukat. És mivel tömegük van, energiájuk is van. Tehát szükségünk van egy átalakítóra. Nálunk ez a grafén, ami mozgásban van. A grafén egy sajátos mozgása lehetővé teszi számunkra, hogy egyértelműen megfigyeljük mikrorezgéseit, vagy más szóval a grafén hullámot, vagyis a vibráló grafént. Impulzusokat kap különböző sugárzásoktól, hőmérséklet különbségektől, különböző sugárzásoktól, például neutrinoktól, amelyek egy kis impulzust továbbítanak az atommagba. És amikor a grafén atomok különböző energiákkal érintkeznek, akkor rezegni kezd, és rezgéseket hoz létre. Ez a grafén mozgása. És most ezt a mozgást szeretnénk egyenárammá alakítani. Ehhez van egy úgynevezett grafén sandwichünk. Erről nagyon jó tudományos publikációk vannak, amelyek leírják, hogy a grafént két adalékolt szilícium szelet közé nagy nyomáson, nagy vákuumban összenyomják, és ennek ellenére a grafén továbbra is rezgéseket és mozgást hoz létre. Ezt a grafén, szendvicset, más néven kvantumpontnak nevezik. A kvantumpont egy tudományos kifejezés. A kvantumpont leírása is megtalálható a szakirodalomban. Mi történik tehát egy kvantumpontban? Ebben a kvantumpontban a grafén felfelé és lefelé mozog. Impulzusok keletkeznek, és az elektronok ferde szórása megfelelő szögben és megfelelő anyagi adalékolással az elektronok egy irányba történő áramlását eredményezik. Az elektronok egy irányba történő áramlása az egyenáram. És most már csak arra kell rájönnünk, hogy a power kubunk nem egy nagy kvantumpont, hanem sok kis kvantumpont összege, mint egy mozaik. Egy kis kvantumpont tudományosan és technikailag nagyon pontosan leírható, amit pontosan meg tudunk határozni, az a grafén mikrorezgései, az elektronok irányított mozgásának képessége és az állandó elektromos áram előállításának képessége, mint egy napelemben.
Ha veszünk egy kis napelemet, amely X mennyiségű energiával működik, egy második napelem a közelben ugyanolyan külső körülmények között kétszer annyi energiát ad. És az általunk használt oszkillátor, vagyis a rezgésgenerátor természetesen nem különbözik ettől. A Power Cube lényegében egy nagy, összehajtogatott napelem a láthatatlan spektrumú sugárzás számára. Ezeken az ostyákon kvantumpontok vannak, ami porlasztott grafén. Erről van néhány jó szimuláció és számítás. Ezt jól mutatják be az interneten és néhány tudós is. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre álló energiával kapcsolatos ismereteink és a technológia megértése, a technológia működésének megértése a mérnöki gondolkodás és a műszaki megvalósítás összefüggésében a Power Cube létrehozásához vezetett. A Power Cube most egyszerűen átülteti a tudást a mérnöki gondolkodásba és megvalósítja. Tesztkubokkal kezdünk, amelyek még nem biztos, hogy olyan jók, mint azok, amelyek később a felhasználók pincéjében lesznek. Most az iparral dolgozunk együtt, mert mi magunk nem fogjuk tudni a Power Cube-ot a szükséges mennyiségben előállítani. A megközelítésünk a következő, tervrajzokat készítünk az eszközökhöz, teljes adatbázist fejlesztünk ki hozzájuk, és foglalkozunk a szabadalmakkal és a védjegyekkel kapcsolatos szellemi tulajdonnal. A mesterséges intelligencia segítségével pedig a szimulált teszteléstől és a pontos alkatrészszámítástól eljutunk a közvetlen gyártásig. Maga a gyártási folyamat úgy is felfogható, mint... Elárulok néhány titkot. Ne gondolják, hogy a Power Cube-ot a világ egy adott pontján szerelik össze, és minden egyes alkatrészt külön-külön fejlesztenek. Fontos felismerni, hogy a Power Cube számos alkatrésze már létező, a piacon már elérhető elektronikus alkatrész. A Power Cube innováció lényege a neutrinovoltaik wafer néven ismert félvezetőlemez, wafer használata. A plázma technológiát alkalmazó különböző gyártóknál teszünk megrendeléseket. Még nem vagyunk képesek 100 000, 500 000 vagy 1 000 000 generátor gyártására, de az iparral együttműködve talán egyszer képesek lesz 1 000 000, 2 000 000 vagy 5 000 000 generátor előállítására is. Mi támogatjuk ezt az új technológiákra való átállást. Mert én személy szerint teljesen meg vagyok győződve arról, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy a következő 10-20 évben rendszer szintű változásokat érjünk el a jelenlegi rendszer hiányosságainak ellensúlyozására. Mert a rendszer a jelenlegi formájában a távolság növekedésével egyre kevésbé megbízható. Ez azt jelenti, hogy az egyre vékonyabb vezetékek fektetésével a központi rendszer végül egyre törékenyebbé és sebezhetőbbé válik. A hagyományos megújuló energiaforrásokkal szembeni előnyeink elég nyilvánvalóak. Állandó, alapterheléses üzemre alkalmas energiaforrást biztosítunk, mivel az év 365 napján, a nap 24 órájában rendelkezésre áll. Itt fontos megjegyezni, hogy az alapköltségek jelentősen csökkennek, mivel a karbantartási, szállítási és hálózati energiaköltségek el fognak esni. Ez azt is jelenti, hogy az energia a jövőben sokkal olcsóbbá válhat, különösen, ha az energia észszerű szabályozásra és hatékonyabb felhasználásra kerül, ami a fogyasztók számára alacsonyabb költségeket eredményez. És biztos vagyok benne, hogy ez a fogyasztók számára nagy előnyökkel jár majd. Megbízható energiaellátást biztosíthatunk számukra, amely mentes a természeti katasztrófák miatti esetleges kiesésekkel járó kockázatoktól, és mindig megfizethető áron. És ha ehhez hozzá tudunk járulni, akkor teljesítettem a küldetésemet. Szeretném elmondani, hogy számomra van 3 alappillér, amelyhez társadalmunk ragaszkodik. És a legfontosabb közülük az oktatás. Az oktatás a legfontosabb. A második az energia, a harmadik pedig a víz. Ez azt jelenti, hogy ha a világ népessége elegendő tudással, elegendő energiával és elegendő vízzel rendelkezik, akkor az életminőség ezen a bolygón jelentősen javulni fog. Kevesebb háborunk és kevesebb problémánk lesz. A víz és az energia biztosításához pedig technikai eszközökre van szükség. Ez arról szól, hogy az embereknek tudást kell adni. Ez a mi törekvésünk és egyben a cégünk küldetése is. Most mindannyiukhoz szeretnék szólni, akik otthon ülnek a számítógépük, mobiltelefonjuk vagy más eszközük előtt, és akik már egy kicsit megértették ezt a témát.
Arra szeretném kérni önöket, hogy terjesszék ezt a tudást a közösségük vagy szervezetük javára, de nem reklámcélból, hanem csak azért, hogy mások is tanulhassanak belőle, szükség esetén javíthassanak rajta, és jobb megoldásokat hozzanak létre mindannyiunk számára. Mert ebben a szakaszban még egy olyan nagyszerű termékkel, mint a Power Cube, ez még messze nem a határ. A technológia, a fizika, a tudomány mindig fejlődik, és gondoskodnunk kell arról, hogy a meglévő rendszer ne korlátozza ezt a tudásbeli előnyt, és ne próbálja megirányítani és kezelni azt néhány, mondjuk úgy, alantas indíték szerint, amelyek leggyakrabban pénzügyi érdekekre redukálódnak. És arra kérek mindenkit, aki képes ezt a tudást saját maga megérteni és érzékelni, hogy ossza meg és segítse a terjesztés folyamatát. És ez nem csak a mi technológiáinkra vonatkozik, hanem sok más csodálatos technológiára is, amelyek léteznek a világon. Ezért támogatom teljes szívemből az alkotó társadalmat, mert az alkotó szó magában foglalja azt, amit mi akarunk. Azt akarjuk, hogy az emberek kreatív erejüket kihasználva találjanak új megoldásokat. A megoldások mindenki számára jobb helyé teszik a világot. És ha ezt elérjük, az azt jelenti, hogy mindannyian megtettük a tőlünk függő részt. Foglaljuk össze és tekintsük át átfogóan az üzemanyag nélküli generátorok előnyeit. Az UMG szabad energiát biztosít a szükséges mennyiségben. Folyamatosan és stabilan működik minden éghajlati viszonyok között. Teljesen autonóm. Nem igényel fosszilis tüzelőanyagokat. Nem termel káros anyagkibocsátást. Kiküszöböli a távvezetékek szükségességét. Igen, az UMG bevezetése minőségileg javítaná mindenki életét. Nem kellene töltenie a telefonját és tankolnia az autóját, energiát takarítana meg, és nem kellene aggódnia a számlák miatt. Az energia az egyik olyan tényező, amely befolyásolja bármely termék árát. És ha az energia ingyenes, akkor az árak is alacsonyabbak lesznek. Ráadásul most nem racionális olyan technológiákat fejleszteni és bevezetni, amelyek magas energiaköltségeket igényelnek. És ha ez a korlátozás megszűnik, az emberiségnek lehetősége lesz aktívan használni őket. Még a világűr szabad felfedezésére is képesek leszünk, mert az űrhajókat nem fogják korlátozni az üzemanyagkészletek. Az UMG-vel elfelejthetnénk, hogy az energia véges erőforrás. Akkor tehát miért nem valósult még meg egy ilyen technológia az életünkben? Mert az UMG bevezetése drámai változást hozna a társadalom minden területén. Ha ez abban a fogyasztói társadalomban történik, amelyben jelenleg élünk, emberek milliói elveszítenék a munkájukat. Az egész energiaipar feleslegessé válik, a meglévő gazdasági rendszer összeomlik, és ez hatalmas zavargásokhoz és káoszhoz vezet. Ha azonban a fogyasztói társadalom formátumáról áttérünk az alkotó társadalom formátumára, akkor egy új típusú gazdaság épül ki. Olyan feltételek jönnek létre, amelyekben minden ember gazdasági védelemben részesül. Minden ember feltétel nélküli alapjövedelmet fog kapni, még akkor is, ha nem dolgozik, és ingyen tanulhat új szakmát. Az UMG bevezetése lehetővé teszi a magas energiafogyasztással kapcsolatos egyéb áttörést jelentő technológiák széles körű alkalmazását. Ez pedig óriási ugrás az emberiség fejlődésében. Ez a valós megoldás a ma megoldhatatlannak tűnő problémákra. Ahhoz, hogy a társadalom fogyasztói formáját alkotóvá változtassuk, maguknak az embereknek az aktív cselekvésére van szükségük. Csak el kell mondanunk mindenkinek, akit ismerünk, az alkotó társadalom előnyeiről. Mert azáltal, hogy megosztjuk egymással ezeket az információkat, természetes módon teremtjük meg a társadalomban a változások iránti nyilvános igényt. És ehhez nem kell más tennünk, mint megosztani ezt az információt.